kapcsolattartásnak az egyik legfőbb helye volt egy ilyen, én általam kultúrháznak nevezett székház. Ha csajozni akartam, el kellett mennem, ha tanulni akartam, el kellett mennem, ha kapcsolatot akartam építeni, el kellett mennem. A régi kultúrházak közösségi erejéről, társadalmi jelentőségéről, Szekszárd sokszínű kulturális életéről, az akkor működő társulatok széles tárházáról tartott várostörténeti előadást Vitéz Attila a Szekszárdi Múzeumban. A látogatók megtekinthették a több mint 100 éves zászlót, régi fotókat, képeslapokat, termékeket. Én ezt az emberi oldalt szeretném itt egy pár gondolatban elmondani, hogy melyik tárgyban mi az a szépség, amit meglátunk, mitől szép egy régi toll, vagy mitől szép egy régi zománctábla, vagy hogy éltek régen a kereskedők, vagy egy bankos tisztviselő, aki még nem számítógéppel dolgozott, hanem betétkönyvekbe írta be a pénzünket. Tehát ebbe a szépségbe szeretném egy picit bevezetni a látogatókat. Én közgazdász vagyok, alapvetően a történelmet szerettem mindig is, ugye ez egyértelmű volt. Igazából közgazdászként be kell vallanom, hogy először befektetési jelleggel kezdtem gyűjteni a régiségeket. Gondoltam, hogy ami régen 100 egységet ér, az majd 10-20 év múlva többet ér. Ez be is igazolódott, de menet közben ugye nagyon sokat tanultam a képeslapokon keresztül is, meg a tárgyakon keresztül is. Tehát mindig, amikor vásároltam valamit, akkor utána olvastam, utána kerestem. Tehát tulajdonképpen ezzel tudásomat is bővítettem, és ez a jövőben is célom. A gyűjtő szakmai munkájáért az emléknapon Vosinszki emlékplakettben részesült. Nagyon jó érzés volt, én ugye egy gyűjtő vagyok, amikor egy gyűjtő ilyen társadalom elismerésben részesül, az mindig jó érzés, mert ugye a gyűjtőt mindig meg szokták bélyegezni, hogy nem egészen normális. Én ugye helytörténeti dolgokat gyűjtök 2000 óta, alapvetően képeslapokat, illetve minden olyan dolgot, ami a század előn meghatározta a város életét, tehát olyan tárgyakat, amiket a mindennapokban használtak az emberek. Ezeket a tárgyakat és a képeslapokat is ugye én nagyon nehezen tudom megmutatni, mert ezeket otthon tartom. Így készültek ugye azok a könyvek a képeslapokról, illetve tavaly, amikor a múzeum felkért, hogy a tárgyaimból rendezni egy kiállítást, akkor az is egy nagy megtiszteltetés volt. Ugye egy gyűjtőnek jó, hogyha meg tudja magát mutatni. Én úgy gondolom, hogy ez elismerés annak a gyűjtői munkának, amit végeztem. A Vosinszki emléknapon minden évben díjazzák azokat az oktatási intézményeket is, amelyek beépítik tantervükbe a múzeum látogatást, és amelyek sokat tesznek tanulói kulturális tudásának bővítéséért. Idén a Múzeum Barát óvoda címet a Faddi Kismanok óvoda kapta. Nagyon jó érzés volt, negyedik éve járunk, most már a múzeumot látogatjuk 2-3 havonta, a gyerekek nagyon várják ezeket az előadásokat, és tehát izgatottam. Nagyon sok pluszt is kapunk, meg olyan ismereteket a pedagógustól, amit ugye vagy elmaradt az óvodán belül a foglalkozásokon, és tehát örömmel. Szülőkkel is voltunk már látogatni most az utolsó alkalommal, és ők is nagyon élvezték ezt. Hát az állatokról, azokról az előadásokat nagyon szeretik, a szüretelést, ahol ki tudják, tehát meg tudják tapasztalni azokat az eszközöket, ugye, amit régen használtak, és hát azokat a kis barkácsolásokat, amit az óvodában ugye is ugyanígy továbbítjuk és csináljuk is. Múzeum Barát Iskola címet nyert a Szekszárdi Pécsi Tudományegyetem Ily és Gyula Gyakorló Általános Iskola. Nagyon jó érzés volt, hiszen mi is örülünk annak, hogyha a tanulóink minél többféle ismeretet szereznek, és minél szélesebb körű ismeretekhez jutnak, és ez a múzeumban pontosan, a múzeumpedagógia erre szolgál. Hogy mi örülünk neki, és igyekszünk minél jobb kapcsolatot ápolni az intézménnyel. Történelemórák keretében nagyon szívesen hozzuk el a gyerekeket, illetve nyári táboraink, illetve nyári napközéink vannak, és ezek keretében szinte minden csoportunkat eljuttatjuk a múzeumba. Nagyon szívesen vesznek részt a múzeum által szervezett nyári táborokon is a gyerekek. Van egy korosztály, aki itt az interaktív kiállítás jobban vonz, de én azt gondolom, hogy még mindig van az a gyerekréteg, akit egy hagyományos kiállításra be lehet vinni, és szájtátva, csodálkozva néz a dolgokra, és rácsodálkozik a régi korok világára. Az emléknapon természetesen a Vosinszki díjakat is kiosztották a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak. Idén Fuchs Márta, néprajzos múzeológus,
és Hucker Veronika könyvtáros múzeumpedagógus vehette át az elismeréseket. Márta a tavalyi évben a Szerbiai Néprajzi Múzeummal létrejött együttműködés keretében megvalósult kiállításnak volt a kurátora, ami nagy sikerrel zajlott le, mind Belgrádban, mind itt Szekszárdon, katalógus is megjelent, úgyhogy ez mindenképpen indokolta. Könyvtáros kolléganő pedig évek óta folyamatosan számíthatunk megbízhatóan a munka végzésére. A múzeumot alapító Vosinski Mór szobrát is megkoszorúzták az intézmény és a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület vezetői. Az emléknap idén rendhagyó módon zajlott, mondja Ódor János. Hát amiben mindenképpen rendhagyó, hogy idén 30 esztendeje vette fel intézményünk a múzeum alapítónak a nevét, és részben ez is indokolta, hogy a szokott Vosinski emléknapi programok, tehát kitüntető díjak átadása mellett egyéb rendezvényeket is rászervezünk erre a napra, és ehhez kapóra jött a mozaik túrának ez a roadshow állomásaként való felkérés, ami azt eredményezte, hogy két helyszínen a Vármegyeházán, illetve a múzeumnak a központi épületében is egész estébe hajlóan programokkal várjuk a kedves érdeklődőket. A Megyei Múzeum 1989. májusában vette fel az alapító Vosinski Mór nevét.